Most először osztotta ki a helyi kereskedelmi és iparkamara az évüzletet címet. A zsűri személyes látogatása saját tapasztalata alapján értékelte a 15 versengő vállalkozást. A díjat az Anró épületdíszítés Kft. Nyerte, melynek ügyvezető tulajdonosai Orbán Anett és Tájai Gábor. Hát először is engedjétek meg, hogy megköszönjem itt ezt mindenkinek, ezt a díjat, hogy átvehettük, megkaphattuk. Nyilvánvalóan itt a zsűrire is gondolok, illetve a saját munkavállalóinkra is gondolok, hiszen ez mindenkinek az érdeme, nem csak az én érdemem, illetve nem csak a mi érdemünk. Mindenképpen nagyon boldogok vagyunk, nagyon örülünk ennek az elismerésnek, hiszen ez egy visszajelzés, hogy jól csináljuk a dolgunkat, jó ütemben tudunk fejleszteni, jó ütemben tudjuk kiszolgálni a vevőinket. Óriási elismerésnek tartom kereskedőként, hogy a Kereskedelmi és Iparkamarától nyertünk most díjat, amit egyébként az Iparkamara először adott a városban. Eddig nem volt még ilyen díjazás. 15 éve alakult a vállalkozásotok, milyen előzmények után? Hát tulajdonképpen egy helyi vállalkozásnak a termékeit kezdtük el értékesíteni, ezek Hungarocell díszlécek tulajdonképpen, ez volt a kezdő termékcsoport tulajdonképpen, amivel megindultunk, majd ezekben viszonylag gyorsan világítást is próbáltunk tenni, egy rejtett világításos díszléc szortimenttel álltunk elő a piacnak, ami tulajdonképpen akkor abban az időben egyedülálló volt, és ebben nyertük meg tulajdonképpen ezt a piacot, ahol most is dolgozunk. Ketten vagytok az ügyvezető tulajdonosai a Kft.-nek. Hogyan alakult ki ez a felállás? 2004-ben találkoztunk, szerelembe estünk egymásra, és ezután úgy döntöttünk, hogy mi lenne, ha közös vállalkozást indítanánk. A díszlécekkel kezdtük, a Hungarocell díszlécekkel a vállalkozást. Erre csináltunk egy webáruházat 2005-ben, vagyis konkrétan Gábor készítette a webáruházat internet nélkül, még akkor Böszörményben nem volt internet sem, és igazából egy fél év ismerettség után már kész volt a cég, vállalkozásunk volt, igen. Mivel kellett megküzdenetek a kezdetekben? Mindennel. Nagyon sok mindennel, mivel nem volt még ismert a webáruház Magyarországon sem igazán. Jogszabályok, semmi nem volt erre vonatkozóan, úgyhogy mindent magunknak kellett kitapasztalni és kidolgozni. Nagyságát tekintve mennyit változott a vállalkozás az elmúlt 15 esztendőben? Mekkora nagyságrendet képvisel napjainkban? Hát a változás, mondhatom azt, hogy hatalmas. Nyilván abból, hogy eleve ketten indultunk, most jelenleg 32-en dolgoznak a cégnél, tehát ez már önmagában jelzi, hogy igen nagy néptékű a fejlődés, illetve igen nagy néptékű a változás, illetve a beszállítói kör is jelentősen kibővült, hiszen, mint említettem, akkor egy beszállítóval dolgoztunk, most pedig nagyságrendileg ilyen 40 beszállító van. Mondhatom, a világ minden tájáról, aki a neked termékeit tudjuk kínálni. Honnan? Hát Európa számos országából, tehát Lengyelországból, Szlovákiából jön az árunak nagy része, illetve Bulgáriából, a maradék részt pedig Kínából importáljuk. Említettétek, hogy 32 dolgozótok van, mi alapján választjátok meg a munkatársakat? Állásinterjúk folyamatosan vannak, nagyon nehéz egyébként a megfelelő munkatársakat megtalálni, de nagyon nagy szerencsénk van a jelenlegi alkalmazottainkkal, nagyon barátai a cégnek, nekik is nagyon fontos a fejlődésünk, illetve nagyon sokat dolgoznak ők is azon, hogy ez így legyen. Különösebb szempontokat nem veszünk figyelembe, igazából mindent a munkahelyen tanul be, ott jön rá arra, hogy miről is szól a webáruház, milyen feladatokat kell itt elvégezni. Mennyire múlik a csapatmunkán a cég sikeressége?
Tehát tulajdonképpen csak ezen múlik. Tehát én azt tudom mondani, hogy egy csomagolós kollégának is pontosan jön olyan fontos a feladata, mint az enyém. Hiszen itt mindenkinek a napi tevékenysége a másikére épül rá, tehát nagyon fontos az, hogy mindenki elvégezze a saját feladatát, hiszen akármelyik részmunka kimarad, vagy nincs megfelelően elvégezve, akkor az egész cégnek a teljesítményén meglátszódik. Tehát itt azt gondolom, hogy mindenki nagyon fontos. Milyen szervezeti formában működtek, és miért éppen így? Hát, mint kereskedelmi cég vagyunk tulajdonképpen, viszonylag nagy forgalommal, így tulajdonképpen a KFT az egyetlen egy vállalkozási forma, ami számunkra szóba jöhet, így tulajdonképpen a kezdetek óta KFT-ként működünk. Ügyfélkörötökről mit lehet elmondani? Nyilván nagyon széles a vásárlóinknak az összetétele. Mi azt gondoljuk, vagy legalábbis oda szeretjük magunkat pozícionálni a kisvásárlóknak a kiszolgálására, így van, tehát nem feltétlenül a nagy állami projektek felé szoktunk elmenni, hanem inkább mindig az egyszeri kis értékű vásárlásokra. Talán jobban meg tudjuk őket szólítani. Mi az, amit forgalmaztok? Termékkínálatunk óriásira bűvült, mert most több mint 20 000 különböző féle terméket forgalmazunk. Ugye a polisztirol díszléctől kezdve a rengeteg ledes termékig, falpanelek, burkolólapok, ágerendek, minden, ami az épület díszítéshez hozzátartozik, akár kívül, akár belül. Magát az ügyfélteret hogyan alakítottátok ki, a bemutató teret? Hát a helyből mindig kevés van, ezt kell, hogy mondjam, de ezzel szerintem nem csak a mi vállalkozáson küzdik, hanem minden vállalkozás, aki halad erőre. Mindenképpen az elsődleges szempont az volt, hogy egy olyan világítástechnikai bemutató termet hozzunk létre, amit azt gondolom, hogy a megyében is egyedülálló. Tehát borzasztó mennyiségű termék megtalálható, akár működés közben is, mert ugye leginkább a világításnak az a legkönnyebben eladható része, hogyha meg is tudjuk mutatni a terméket működés közben. És erre nagyon kevés helyen van még az országban is lehetőség, hogy ezt megtekintsék. Magának a bemutatóteremnek a felépítése reméljük valamennyire logikus, de szeretnénk mindig bővíteni ezt a kínálatot, amit meg tudunk mutatni, és vannak is erre tervek, hogy hogyan fogjuk ezt a továbbiakban elvégezni. Említettétek, hogy webáruházként is működtök, ez milyen feladatokat ró rátok? Hát tulajdonképpen a webáruház is ugyanolyan kereskedelmi egység, mint egy hagyományos kereskedelmi egység. Annyi a legnagyobb különbség tulajdonképpen a hagyományos értelemben vett kereskedelem és a webáruházas kereskedelem között, hogy itt a termékről kialakult összes információt az internetre is fel kell tulajdonképpen tölteni. Ez szöveges anyagot is jelent, képi anyagot is jelent, nyilván most már videós anyagokat is jelent, hogy megkönnyítsük a vevőnek a döntéshozatalt, hiszen egy webáruházban nincs lehetőség, vagy az interneten tulajdonképpen nincs lehetőség kézbe fogni a terméket, de ezzel a módszerrel, ahogy mi bemutatjuk, úgy gondolom, hogy viszonylag bő információt lehet ezekről beszerezni. Mekkora a napi csomagforgalmatok? Büszkén mondhatom, hogy már most 400-500 csomagunk megy naponta. Ez a kezdeti időkben úgy nézett ki, hogy a Magyar Postával szállítatunk egyébként 2005 óta, és tőlük egy olyan árajánlatot kaptunk, amiben 20 csomagot kell havonta elkészítenünk. Úgyhogy lehetek büszke arra, hogy már most napi szinten 400-500 csomagunk megy. Mi a vállalkozói hitvallásotok? Hát a vállalkozói hitvallásunk, leginkább ezt tudom mondani, a korrekt kiszolgálás. Tehát megpróbálunk mindenkihez embermódjára hozzáállni, kedvesen hozzáállni. Hogyha valakinek valami problémája van, remélem, hogy itt a tapasztalat is azt mutatja, helyi tapasztalat is azt mutatja, hogy megpróbáljuk megoldani, hogyha valami garanciális probléma van, megpróbáljuk cserélni. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy legelső mindig a vevő. Ezek után pedig legelső, vagyis hát a második a sorban az alkalmazottainknak a megfelelő megbecsülése, igen, a megfelelő munkakörülmények biztosítása, hiszen anélkül szerintem sokkal nehezebb lenne ezt a minőségű szolgáltatást fenntartani.
mennyire tartjátok fontosnak a vásárlói visszajelzéseket? Hát mivel mi interneten vagyunk, tehát itt minden látszódik, mindenhol, tehát nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon, nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy ezek a visszajelzések mindig pozitívak legyenek. Mitől hatékony, sikeres a vállalkozásotok szerinted? Nagyon sok munkától, illetve szintén a csapatmunkától. Nyilván attól, hogy tehát egy nagyon jó vezetőségi kör gyűlt szerintem össze. Azt gondolom, hogy itt Anettnek a testvére is, nagyon sok ő a üzletvezető, nagyon sok tapasztalatot tud átadni nekünk. Nyilván Anett is találkozik nagyon sok vevővel, aki pozitív vagy negatív véleményével tudja alakítani a dolgot, illetve a testvéremék is nagyon fontos szerepet töltenek be együtt. Péter, aki lefejleszti, öcsém, aki lefejleszti tulajdonképpen a webáruházhoz szükséges programrészleteket, Hugon pedig, aki marketinggel megtámogatja ezt a tevékenységet, és tulajdonképpen ez öt, meg az ügyvezetőnk 5-6 ember az, aki egy folyamatos kommunikációban van egymással, mindig felvetjük az ötleteket, megbeszéljük az ötleteket, és ebből alakítunk ki egy azt gondolom, hogy előremutató irányt. Akkor a sikeresség egyik záloga az innováció? Az innováció és a csapatmunka mindenképpen. Tervek fejlesztési irányuk a jövőt illetően? Hát ugye említettük, hogy helyünk az sosincs, tehát az mindig problémát jelent. Ez idején már hozzákezdtünk egy ilyen előkészítő munkához, egy tervezési folyamat már lezajlott. A jelenlegi telephelyünkön az Almási utcán építünk egy 400 négyzetméteres csarnokot, aminek az egyik fele egy raktározási céllal fog épülni, a másik fele pedig az olyan termékek bemutatására, ami a bemutatóteremben már nem fér el. Tehát jellemzően kifejezetten az ilyen nagyobb méretű kerti bútorok, műfőeknek a kínálatát szeretnénk ott bemutatni. Kert centrum jellegű bemutató termet küldtél rám. Ha 10 év múlva találkoznánk, mit szeretnétek elérni, milyen legyen a vállalkozásotok? Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen olyan legyen a vállalkozásunk, hogy nagyon szívesen meglátogassatok megint bennünket, hasonló díjakat, elismeréseket kapjunk 10 év múlva, és esetlegesen, mint ebben az évben. Nagyon szeretném, hogy a alkalmazottak ugyanúgy jó szívvel tekintsenek ránk, mint ahogy most is. Remélem, hogy tekintenek ránk, illetve szeretnénk ezt a vevőkört továbbra is legalább ennyire, vagy még inkább elégedetten lenne szolgáltatásunkkal.